Nem tudom önök, hogy vannak vele, nekem mindig szimpatikus volt az a fajta hozzáállás a betegséghez, illetve az egészséghez, hogyha az ember ellátogat a panaszával az orvoshoz, akkor ő valamilyen fajta olyan terápiát javasol, ami aktív közelműködésünkre is számít. Szerintem az eredményességben ennek fontos szerepe van, vagy része van. Most egy olyan egészségközpontban látogatunk, ahol mindezek a feltételek egy helyen adottak. Nekem nagyon tetszik itt a bejáratnál látható Schopenhauer idézet, amely úgy szól, hogy az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. Számomra úgy tűnik, hogy erre a filozófiára épül fel a Baross Egészségközpont egész koncepciója. De hogy pontosan mire is épül és hogyan épül fel ez a dolog, azt majd mindjárt elmondja nekünk Orsi. Szervusz! Szia! Mi az, amit itt találhatunk leginkább az első szinten? Mivel kezdetek, hogyha ide egy új páciens érkezik, mondjuk, mint én? Hát az igénytől függ. Ugye vannak gyógytornászaink, van fitness termünk, csoportos óráink, reumatológus, nőgyógyász, vérvétel, úgyhogy orvosi dolgok is és fitnesszel kapcsolatos dolgok is. Hát mindennek alapja az állapotfelmérés szokott lenni, ez minden szakembernél más. Én például a fitness teremben az InBody testösszetételmérőgéppel szoktam kezdeni. Ez izgalmas hangzik, szerintem nézzük is meg mindjárt, meg kíváncsi vagyok, hogy mire vagyok alkalmas még ilyen öreg fejjel. Jó, oké, mehetünk. Íme az InBody testösszetételmérőgépünk, semmilyen előkészületet nem igényel, utcai ruhába is nyugodtan végezhető, mezitláb kell ráállni, úgyhogy kérlek, akkor fáradj fel. Jó, két fogantyút kell leakasztanunk, két hüvelykujj a két pontra, és lazán kitartjuk előre. Igazából a testvizet nézi, két részre bontja sejten kívül, sejten belül, nézi a fehérjét és az ásványi anyagot, illetve a zsírtömeget és az izomtömeget, mind a kettőt kilóba határozza meg, illetve szegmentálisan is láthatjuk a végtagokba, a törzsbe és a lábakba, méri a testzsírt még százalékba is. Na mindjárt le is fut ez a program, úgy látom. Tényleg nem érzek semmi, egy kis bizsergés itt az ujjam és a talpam környékén, de egyébként semmi kellemetlenség. Na nézzük az eredményt, nagy izgatott vagyok. Mit láthatunk itt most? Na hát a legfontosabb mérésnél ugye a súlyadat normál tartományba tartja, bázizom az magasan van, és a testzsír pedig alacsonyan, tehát ez egy teljesen optimális arány. Hát egy zsigeri zsírt még mutat nekünk itt a has környékéről. Igen, ott a belső szerveknél található, van egy normál funkciója, de nem szabad, hogy túl magas értéket adjon ki, szív- és érrendszeri betegséghez vezet, cukorbetegségre tud következni, tehát annak jobb, hogyha minél alacsonyabb az érték. Teljesen rendben van, normál hasonló. Héten még érdemes tartós tejet venni ezek szerint. Szuper. Havonta érdemes újra mérni, hogy hogy állsz fejlődésben, hogy alakulnak a különböző mért adatok. Tehát feltehetőleg az edzések hatással ez majd módosul. Igen, reméljük pozitív irányba. Igen, úgyhogy várlak vissza. Most, nagyon köszönöm, ezt megnézzük egy hónap múlva, addig pedig edzünk egy kicsit a fitness teremben. Megérkeztünk egy varázslatos helyre, a bodybuilderek világába, ahol hatalmas izomtömegeket építenek az emberek. De az is lehet, hogy nem csak ezt a célt szolgálj, mindjárt elmondja nekünk, hogy miért is. Molnár Gergő, szia! Köszöntelek, Tamás! Azzal szeretném kezdeni, hogy ez nem csak a bodybuildereknek lett kialakítva. Nálunk az egész terem igazából a fitnessre van felépítve, a rehabilitációra, a sérült emberekkel való foglalkozáshoz van berendezve ez az egész. Igazából átgondolva a nagy izomcsoportoktól indulnék a kisebb izomcsoportok fele, érintve itt a széles hátizmot, amire van egy tökéletes gépünk, számlálóval ellátva, ez az egész felső testet erősíti, ezután következhet a törzsizomzat, hogyha haladunk lefele, itt a hasizom és hátizomra gondolva, ez a mindennapi ülés fájdalma megelőzésére szolgál, illetve még egy nagy izomcsoport, a lábizom, erre is van több szekciónk, a lábtológéptől elkezdve a hajlító, feszítőgépeken át, tökéletesen monitorozza nekünk a teljesítményünket, úgyhogy visszavezethető az edzés programba teljes mértékben. Köszönöm, Gergő, innen folytassuk legközelebb, meggyőződésem, hogy visszatérünk még ide ebbe az épületbe, akár ebbe a terembe is, hiszen nagyon fontos, amit hallották, a rendszeresség a mozgás tekintetében, hogy ne veszítsünk az izomtömegünkből, maradjunk egészségesek, hiszen tudják, fő az egészség.